De még ha picit visszaugrunk a magára, az átmeneti időszakra, az neked milyen hosszú volt az idő, amikor már megvolt az ötlet, hogy mit szeretnél csinálni, és oda, hogy beadtad az A4-esen a felmondást? Ez egy relatíve hosszú idő volt egyébként, tehát hogy a vállalkozásnak a gondolatából, vagy magával az üzleti ötlettel, az 2016 augusztusában született meg, amikor egész pontosan egy kollégámnak segítettem megírni az önéletrajzát, Dubájba pályázott, és láttam, hogy az önéletrajz az katasztrofális, és hogy az egyszerűen nem lesz versenyképes, meg a visszajelzések alapján nem nagyon hívták interjúra, és megírtam az önéletrajzát, és egyébként eljutott az interjú, tehát hogy működött az elképzelés, és ő mondta azt, egy Starbucksba ültünk, emlékszem, ilyen tényleg ilyen izzasztó hőség volt, és ott kortyogattuk a hideg jeges láttét, és ő mondta azt, hogy Gellért, figyelj, te nem akarsz ezért egyszer így pénzt kérni, mert hogy ez így tökre egy valid ötlet. És ott ugrott be az, hogy lehet, hogy ez tényleg egy ilyen valid elképzelés. Aha. És hazamentem, és gyakorlatilag nem azt mondom, hogy szinte rögtön elkezdtem egy piackutatást, de a következő egy-két hónap az arról szólt, hogy piackutatás. Utána pedig azt gondolom, hogy a következő egy év az gyakorlatilag arról szólt, hogy magát, a vállalkozást, mint olyat így elkezdtem kontextusba látni, és ugye van az a tipikus ismerkedés egy új területtel, hogy az ember először azt hiszi, hogy fú, így mindent tud, és akkor ahogy elkezd belemerülni, rájön arra, hogy mennyire keveset tud, és aztán elkezd egy olyan magabiztosság kialakulni, ahol már mer lépéseket tenni a vállalkozás, vagy az adott üzletnek a kialakítása irányában, de hogy a válasz meglegyen a kérdésedre. Tehát 2016 augusztus-szeptemberre volt az ötlet, és a kilépésem pedig a bankból az 2018-nak a legvége volt egész pontosan. Tehát körülbelül két év. Ennek a nagy része viszont nem azt mondom, hogy nem a vállalkozásnak effektíve az építésével telt, hanem inkább magával a tanulással. Online marketing, rendszerbe gondolkodni, megismerni azt, hogy effektíve mi kell egy vállalkozásnak az elindításához. Annyi előnyöm volt. Rákészültél. Igen, rákészültem abszolút. Egy eléggé tervező és olyan típusú ember vagyok, hogy nem csapok bele valamibe úgy. Ezt látom a privát beszélgetéseinket. Pedig én azt hittem, hogy nagyon Excelben élem az életemet, de hát hozzád képest nem. Én nem tartottam egy felelős döntésnek alapvetően azt, hogy úgy kezdek bele valamibe, hogy az még nem egy működő dolog. Persze nyilván megvan a másik oldalon az amerikai ugye mentalitás meg megközelítés, hogy nyitok 4 hitelkártyát, és akkor azokat égetem, akkor mögöttem elégettem gyakorlatilag így a hidekat, hajókat, bárminek is nevezzük, és csináljuk addig, amíg megy, és hát ha lesz belőle valami. Aha. Viszont én úgy gondolkodtam, hogy szeretnék olyan alapokkal kilépni az alkalmazotti létből, egy vállalkozói létbe, hogy nem lesz olyan hónap, hogy én rosszabbul keresek, mint bankárként. És nekem minden, nagyon inkább azt mondom, hogy nagyon sok vállalkozó ismerősöm azt mondta, hogy a startup indítás, vállalkozás indítás az arról szól, hogy az elején csóró vagy, mindenhonnan kell pénz, és próbálod így kialakítani a product market fitet, és valahogy eljutni addig, hogy legyen egy normális bevételed, és profitabilissá tudj válni. És gyakorlatilag én meg úgy álltam hozzá, hogy basszus, én nem akarok csóró lenni, én úgy akarok kilépni, hogy úgy folytatódik ez az élet színvonal, mint ahogy eddig éltem. És ezért tartott szerintem ennyi ideig. Ez kellett az átmeneti időszak. Egyébként mindenkinek mondom, hogy ha vállalkozni szeretne, bőven megteheti azt, hogy hamarabb lép ki. Nekem most így visszatekintve azt tudom mondani, hogy szerintem, hogyha egy fél évet lerövidítünk ebből az időből, akkor szinte biztos benne, hogy financiálisan ugyanezt az eredményt tudtam volna fél évvel korábban. Meg akkor egyrészt nagyobb a kényszer, hogy bepótold, az kettő meg felszabadul napi 8 órát. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy én azt látom, hogy egy fél évet ráhúztam, fölöslegesen. Ebben nyilván volt egy olyan gondolkodás, aki bankingben dolgozott, vagy dolgozik ilyen területen, azt tudja, hogy itt van egy bónuszfizetés, és én azt megvártam. Tehát, hogy volt ebben nyilván egy ilyen történet is. De egyébként az teljesen egyértelmű, hogy ez a közel két év, ez lehetett volna inkább egy. Ez egy, szerintem az egy reális átmenet. Ezt az egy évet egyébként csak, hogy mivel töltöttem, leginkább rengeteg online kurzussal, rengeteg tanulással. Hozzáraktam azt a fundamentális értelemben meglévő tudást, amit a bankinges iparágból, a vállalkozásokról, a különböző cégek működéséből hoztam, arra, hogy ezt hogyan tudom én implementálni, és hogyan tudok ebből építeni kicsiben egy céget. Mennyire volt hasonló, bocsánat, az akkori éned, az akkori pozíciód, illetve most, amit csinálsz? Teljesen más. Semmi köze hozzá. Teljesen vagy más.
azt gondolom, hogy mindenképpen... Vagy hogy jött egyáltalán tényleg ezen a beszélgetésen túl? Tehát mi volt az, amiből azt gondoltad, hogy na neked akkor ekkora irányváltásod lesz, és mással foglalkozol? Fogalmam sem volt, amikor ezt elkezdtem, hogy ebből feltétlenül egy full-time vállalkozás lesz. Nekem az volt az alapvető koncepcióm, hogy látom, hogy az önéletrajz írásra, mint olyanra van kereslet a piacon, és valószínűleg ez egy eladható szolgáltatás, és biztos voltam abban, hogy értékteremtő, mert láttam, hogy rengeteg barátomnak, ismerősömnek tudtam baráti alapon tanácsot adni, és nagyon eredményesek lettek. Lássuk, a saját karrieremben is ilyen kiemelkedő eredményeket értem a saját önéletrajzaimmal, tehát hogy így 20 pár éves koromban C-level szintre hívtak interjúra, úgyhogy teljesen irreális volt a tapasztalataim alapján, hogy ott legyek. És ebből láttam, hogy az a módszertan, amit követek, az biztos, hogy nagyon versenyképes a piacon, nagyon jól tud működni, és hogy erre valószínűleg másnak is lenne igénye, és más is hajlandó lenne ezért a szolgáltásért fizetni. Viszont először egy picit volt bennem egy ijegység olyan téren, hogy az angol száz piacokon, Amerikában, UK-ben, meg így azt mondom, hogy a nyugati világban ez egy eléggé jó helyzetben lévő iparág. Viszont Magyarországon jelenleg ilyen szolgáltatással szinte egyedülállóan foglalkozom, és ezért kicsit volt bennem egy félsz, hogy itt igazából először ezt a szolgáltatást, ezt be kell vinni a köztudatba, hogy ilyen létezik, és annak, aki egy ilyen szolgáltatást igénybe vesz, először meg kell érteni, hogy ez a szolgáltatás ez egy létező dolog, működő dolog, és neki erre lehet, hogy szüksége van. Mert ha valaki elkezd önéletrajzot írni, akkor lehet, hogy nincsen arról információ, hogy egyébként ez egy kiszervezhető és sokkal minőségi formában elkészülő önéletrajz is lehet.